Koltai Gergő lesz a második rész első vendége. Természetesen a Kormoráról fogunk beszélgetni, illetve a TF-beli koncertjéről, illetve hát egy kicsit érintünk régebbi dolgokat is. Szőlősi Gyuri újságíró kollégám pedig a Puskás Akadémiáról fog nekünk beszélni, meg hát arról, hogy milyen meccs sorozat lesz a jövő héten. Két okból vagyunk itt, mind a kettő örömhír. Vendégem Koltai Gergő. A Magyar Televízió Közszolgálati Televízió egyik könnyűzenei műsorában a legjobb betétdalnak, a legjobb filmbetétdalnak a Kell még egy szó című szerzeményedet választották a Honfoglalás című filmből. És éppen beszélgettünk, hogy az eredetit ki énekelt, és nekem kiment a fejemből, hogy az eredeti Demián Feri énekelt. Hát igen, igen. Mert ugye az emberek mostanában... A mostani, ugye a Szabó Csilla féle interpretációban ismerjük, vagy lehet, hogy én tényleg... Igazából, amikor azt a filmzenét, albumot készítettem, akkor két verziót tettem már az albumra. Az eredeti volt a Demián Feri féle, amelyik aztán a filmben is elhangzott, és akkor hát próbáltam támogatni azt a zenekart, amiben énekelt a Géczi Erika és a Szabó Csilla, úgyhogy egy picit meg van változtatva a szöveg is, meg a dallam is, és az ő verziójuk. Én ugye többször elmondtam már ebben a műsorban, hogy mivel nem vagyok zenét tudó ember, ezért vannak dolgok, amiket nem tudok elképzelni, különösen a zeneszerzéssel kapcsolatosan. Amikor egy zeneszerző leül és megír egy ilyen dalt, amelyik most már szinte lehet azt mondani, hogy szinte nem akarok túl nagy szavakat használni, de már egyfajta himnusz lett belőle. Ugye különböző rendezvényeken énekelik, nemzeti rendezvényeken. Szóval akkor hogy születik meg egy dal? Megszületik a fejedben, a kádban, a kocsiban, gyorsan lejegyzi az ember, vagy az ember odaül a zongorához, szóval hát nagyon, nagyon különbözőek az inspirációk. Néha az embernek eszébe jut az autóba és vezetés közben egy dal van. Az a legrosszabb, amikor valamit meg kell csinálni, és akkor leül az ember a zongora, és akkor nem most akkor valamit találjunk ki. Holnapra kész kell lenni. Igen, akkor születnek a rosszabb verziók. Mondjuk a Honfoglalás esetében ez úgy történt, hogy amikor megkért engem a bátyám, hogy készítsem a filmzenét, akkor elkezdtem gyűjtögetni motivumokat, és összegyűjtöttem 50 motivumot, beírtam egy nagy kottás füzetbe, és akkor elmentünk a stúdióba, és próbáltattuk mindegyiket valamilyen módon feldolgozni. Hát hangszeregetni is variálgattuk, és igazából hát három olyan motívum alakult ki a végre, ami aztán mégis a Honfoglalásnak a filmzenét alkotja. Ebből az egyik volt a Kell még egy szónak a motívum, ami egy szerelmi motívum volt a filmben, de érdekes módon nem erre akartam szöveget írni, tehát nem ezt akartam, nem egy másikat, de valahogy hát megint csak az időszorítás olyan volt, hogy hát nem lehetett már azt mondani, hogy nem csinálom meg, és akkor én szombat este nekiálltam, és úgy hát vasárnap hajnalig elkészültem, mert kedden jött a Rózsia stúdióba, mindenképpen meg kellett jönni a szöveget. És amikor az ember készen van bele, akkor érzi el, hogy ebből... Mert ugye az más dolog, hogy azt érzi, hogy jól sikerült, tetszik magának a zeneszerzőnek, esetleg tetszik a zenésztársaknak is, de a sikert azt érzi-e a zeneszerző egy dalban? Hát én a sikert másképpen szoktam éregetni. Tehát gondoltam, igen. A siker az valahogy nekem azt jelenti, amikor kinyílnak a szívek, és tényleg hallom a koncertjénken, hogy éneklik, vagy látom bárhol, ahol éneklik, akár Székelyföldön, vagy akár a Felvidéken ezt a dalt. Ez egy szívet, vagy lelket belengető érzés, és ezt nem hiszem, hogy lehet ezt mérni, vagy sikernek mondani. Ez egy csodálatos érzés. És persze nem csak itt, hanem nagyon sok iskola elkérte már, és gyerekek éneklik, és nagyon sok helyen, ballagásokon, temetéseken. Tehát valami nagyon furcsa karriert futott be ez a dal. Nem gondoltam volna, hogy ekkora lesz a visszhangja. Mert ez az egyik gyerekem a sok közül, hát több mint 7 vagy 800 dalt publikáltunk a zenekarra, és vannak köztük olyanok, amiket hasonló módon szeretek, és hasonló módon szereti a hallgatóság, és ilyen, aki szívét osztja szét a Szakakavonából, vagy a Fehér Lófia, a Juliánuszból, tehát vannak dalok, amik én szerintem ugyan jók, mint ez, csak valami miatt
ez egy ilyen földön túli érintkezés lett a hallgatósággal, meg a közönséggel. Még egy ilyen szakmainak tűnő kérdés, hogy másképp ül-e le a zeneszerző akkor, amikor egy film zenebetétdalát írja meg, és másképp akkor, amikor mondjuk egy Kormorán megjelenő albumra készít. Hát más az inspiráció. A filmzene az nyilvánvalóan egy alkalmazott muzsika. Tehát egy film az sok mindenből tevődik össze, operatóri munkából, színészi játékból, díszletből, jelmezből, sztoriból, dialógusból, stb. Forgatókönyvet látsz? Fontos neked? Hát hogyne, hát hogyne. Sőt, hát mondjuk a honfoglalás esetében ez úgy készült, hogy szinte egyszerre készült az a filmet. Igen, hát én készítettem elő a könyv, és voltak olyan felvételek, amikre zenére lettem fölvéve. Tehát már ott a forgatáson. Tehát nagyon érdekes vállalkozás volt, és nagyon izgalmas pár hónap volt, amíg ezt a dolgot csináltuk. De mindenképpen mondom, a filmzene az alkalmazott muzsika. Tehát akkor Kormoránnak, ha albumot készítünk, akkor nyilván van nagyobb a szabadság. Uh-huh. Nagyobb a szabadság, és nem vagyunk annyira bele szorítva azokba a keskeny ösvényekbe, ami a filmzenéhez szükséges. Meg a filmzene, az, még egyszer mondom, az egyszerre hordoz mindent. Ugye egy jó filmzene mondjuk, hát nem akarom magam hasonlítani Morricone-hez, vagy Francis Lee-hez, vagy bármelyik nagyon híres amerikai filmzene jóhoz, de ottan együtt él, a filmzene együtt él a képi világgal, tehát nagyon-nagyon izgalmas. Ha az ember meghallja mondjuk a Csillagok háborújának az a zenét, akkor már ott látja maga előtt a képeket, vagy bármelyik olyan, vagy, de mondhatok ellenpéldát is, ugye van a híres Robin Hood film, aminek a végén van egy dal, amely dal, az egész filmben végig van, mindenhol azt éneklik, mindenhol az van benne, nem is veszed észre, és egyszer csak a végén eléneklik a dal. Szerinted a testvéreddel mennyire szolgáltátok egymás sikerét? Most kicsi, ez nem jó szó, hogy szolgáltátok egymás sikerét, de mennyire tett jót mindkettőtök karrierjének, hogy a másik gyerek is tehetséges lett? Hát mi olyan, mint a korzikai testvérek, szóval mi nagyon-nagyon szeretjük egymást, és nagyon, nagyon kiegészítjük egymást a magunk módján. Én egy picit, most mondjam, slendrián vagyok, és olyan nagy a lelkem, a Gábor sokkal racionálisabb, de közben ő a racionalitásával palástolja azt a fajta csodálatos érzelemvilágot, ami benne van. És közben én meg ezt szeretném játszani, és racionális vagyok, szóval ez a kettő valahogy így van. Egy biztos, hogy 85-től kezdődött az én nagy együttmunkálkodásunk, amikor volt az első olyan közös munkánk a Nemzeti Múzeumnál, amikor először lehetett elénekelni a nemzeti dalt, és akkor volt egy nagyon híres effektje a Gábornak, ilyen hatalmas börtönfalat húzott fel a Nemzeti Múzeum elé, és akkor a nemzeti dalnak a megfelelő pillanatában az lezuhant, és mögötte volt egy ugyanak a piros fejezőt zászló, és hát akkor megdöbbent ott mindenki. Azt hiszem, aki kijött oda akkor március 15-én, mert ilyen még nem volt akkor, tehát ezek izgalmas vállalkozások volt. Nem lett probléma belőle, vagy ezt előtte jóvá kellett hagyatni? Hát minden, persze. Sőt, hát volt egy olyan vers, a Széchi Margitnak az egyik vers, amit feldolgoztunk, amit még előző éjjel a rádió vissza kellett mennem, és ki kellett vágnom belőle egy refrént, mert azt mondták, hogy gyönyörű elgondolni azt, ami nem lehetett, az nem hangozhat el olyan sokszor, mert ugye ez volt a vége ennek a dalnak, egy Széchi Margitnak a március 15 című verse, vagy március című verse, amit akkor Deák Bill Gyula énekelt el, és hát mondom, az utolsó pillanatig voltak ilyenek. Tehát a cenzúra akkor is működött még, vagy akkor még működött, aztán már később talán nem annyira. Most is működik, csak egy kicsit másképp. Most hát az elhallgatás cenzúrája van. Alattomossal. Így van.